Hello, sziasztok! Na, kértétek tőlem, engem is érdekel, gyorsan összekapom magamat, és megcsinálom a videót arról, hogy a koronavírusnak milyen gazdasági hatásai lehetnek. Szeretnélek megkímélni titeket attól, hogy nagyon komoly, közgazdasági hát ilyen okfejtésbe merüljek. Sokkal, sokkal érdekesebb oldaláról szeretném megfogni ezt az egész sztorit. Tehát, nem tudom, tudta-e, de Kína annyira domináns a termelőiparban és a világkereskedelemben, hogy, hogy ez az, ami jelenleg meggátolja szerintem a valódi világháborút. Egy pár éve olvastam, erről egy érdekes szikket, hogy, hogy Kína, van valamilyen speciális fém, amit gyakorlatilag Kínába gyártanak, és azért ott te, gyártak, bocsán, termelnek ki, mert hogy ott a legolcsóbb, igazából Dél-Amerikában is vannak lelőhelyek, de nem éri meg. Ö, politikai kockázat, meg gazdaságilag sem. Ö, és az az érdekes, hogy ez a fém, ez, ez pontosan, vagy ez a, ez a fém -szerű, anya, nem tudom, nem részem az ötvöze, ez pontosan az amerikai hadseregnek minden elektronikus eszközébe megtalálható. Ez azt jelenti, hogy ez az utánpótására az amerikai hadsereg rá van szorulva, mert különben nagyon hamar egy kifogyna a kis készletükből egy esetleges háború esetén. Ez pár éve volt, nem tudom, hogy azóta változott a helyzet. Nyilván dolgoznak ezen. De de ez is egy intő példája volt annak, hogy a világ mennyire Kína központúvá vált, Milyen mennyire ők a póluspont. Minden termelést odaviszünk, gyakorlatilag mindent Kínából rendelünk. Uh, és, és, való, és most tapasztaljuk majd meg azt, hogy ha a Kína elesik, vagy, vagy leáll, vagy megváltozik, akkor, akkor a világ egy kicsit úgy megszívta. Aztán ideje átrendeződni. És, és tehát ez az a legfontosabb szerintem a koronavírus esetén kapcsán, hogy, hogy uh, azt a világpolitikája, meg a szervezet, az mindenki tudta, hogy a Kína dominanciát azt azt, az, az nem jó, és ö, egy kicsit le kell csatlakozni erről az egészről, és egy többpólusú világtermelést kell kialakítani. Jó, most lehet mondani, hogy Indiába is termelnek, de, de érted a lényeget. És az, hogy tehát úgy érzem, hogy lassan utolsó utáni pillanatba kerülünk. Mert nyilván minden ilyen váltás áldozatokkal jár, politikai áldozatokkal és nagyon sok pénzzel. Ö, és úgy érzem, hogy a koronavírus pontosan megmutatja azt, hogy egy, egy negatív forgatókönyvét annak mi történhet, hogyha tényleg beüt a, a krak. Uh, És éppen ezért a közeljövőben és a jövőben szinten most meg fogják lépni azokat a lépéseket a döntéshozok, hogy a, ezt a kína pólust, ezt, uh, ezt egy kicsit átlendítsük, és és, és ne, ne függünk ennyire kínától. Uh, ezzel együtt, párhuzamosan, ellentétesen, viszont a tőzsde hogyan reagál? Jó ideig nem vett tudomást a, a változásról, vagy csak áltozását a koronavírusa, és aztán tegnap előtt, vagy elő, azzal írják a cikkek meglepően, hogy hú, történt valami, vagy hirtelen elkezdtek a tőzsdék pánikolni. Hát az történt, kérlek szépen, hogy megjelent Európába ez történt, és ez azt jelenti, hogy átértük azt a lélektani határt, hogy lassan, és már szerintem ténylegesen is egy világméretű járványról tudunk beszámolni, és emiatt beszartak a befektetők. Uh, ami összességében nyilván károkat fog okozni, de neked, mint kis ember, én azt gondolom, hogy akkor tudsz ebből hasznot húzni, meg jól helyesen cselekedni, hogyha megnézed, hogy milyen félreteltő, felesleges pénzed van, nem az összeset, de mondjuk egy olyan részt, amit tudsz nélkülözni, mert még azon felül marad biztonsági tartalékod, érdemes lehet majd lassan nézegetni, hogy hova kéne berakni. Mert ez olyan időszak, szerintem, mert tudjuk azt, hogy vége van, és vissza fog minden állni. Most menekülnek, és ez leértékel gyakorlatilag a részényeket. Én alig várom, hogy Tesla 600 alá bukjon, mert én már dobom is be a zsetont, mert biztos vagyok benne, hogy amint vége a vírusnak, utána visszamegyünk megint 950-ig. Vagy fölé. És akkor nyertem. Tehát nagyjából ezt teheted, hogy ilyen helyzetben igen, egy kicsit befejtető szemmel, és azok kell gondolkozod, mit tudsz tenni. Mert most egyre inkább leértékelődnek a papírok. Nyilván hosszú távú befektetések, tehát nagyon fontos, hogy ne olyan pénzt tegyél bele, ami holnap után kell, mert azt nem szabad, megszívod. Tehát itt olyan pénzt, ami most biztos, hogy nem kell egy-két-három évig, mert enélkül is el vagy. Aztán. Uh, nagyon fontos, hogy a, a ez a helyzet, és a kialakuló pánik. Én nem pániknak hívom, hanem re, realitás érzékelésnek. Tehát amikor Magyarországon kifogynak a boltok, az nem pánik szerintem, hanem realitás érzékelés. Jogos félelem attól, hogy, hogy megszívhatjuk. A magyar történelemben nagyon sokszor volt erre már példa, és, és a magyarok már nem akarják megszívni és ez nagyon fontos. Tehát ez sem más a néplelke egy magyarnak, mint egy németnek például ilyen értelemben. Üh, és a, hogyha hiány lép fel, mert a elosztó vonalakat mondjuk, uh, tehát, hogyha súlyosbodik a helyzet, és elkezdik uh, gyakorlatilag blokkád alá vonni a országokat, vagy területeket, uh, meg leállítják a tranzitforgalmakat, leállítják, a, vagy, vagy legalábbis korlátozzák a forgalmat, a, a kamionokat, a szállítást, akár a termelés lel bizonyos iparágakba, vagy bizonyos területeken, ez mind-mind-mind uh, hiányt fog okozni, amit egyszer majd be fog pótolni a világ, de addig is uh, ez, ez, ez valós félelem, és uh, ilyen értelemben egy kicsit helyre billentheti szerintem a, az emberek elképzelését a valóságról, mert nem az a valóság, hogy lemész az osámba, és minden van. Mármint, hát most ez a valóság, de azt európai szemmel tudnod kell, hogy ez a Föld jelentős nem így néz ki. Tehát egy kicsit úgy vissza, ami nem biztos, hogy olyan értemben rossz, hogy, hogy ebből lehet tovább fejlődni. Uh az biztos, hogy a kereskedelmi egy, a nagyboltokat én nem féltem. Azért nem féltem, mert uh, kell, hogy ők nem fognak csődbe menni, nem lesz. Tehát majdnem, hogy gyakorlatilag szintem rekord pénzügyi évet zárnak. Most, majd, vagy legalábbis hónapot, mert gyakorlatilag kiszorták a teljes készletüket, mindegyik. Tehát gyakorlatilag rá csináltunk egy ilyen második karácsonyi időszakot az évbe. Uh, és ha ez elhúzódik, az, az is azt jelenti, hogy gyakorlatilag ami bejön, az kimegy. Tehát ilyen értelemben nagyon sokan sok pénzt fognak most keresni ezzel. Viszont, mit akartam? Igen, hogyha hiány alakul ki, és ha ez megtörténik, akkor ez áremelkedéshez vezethet. Mert értem szerűen, hogyha egy termékből nagy a kereslet, de kicsi a kínálat, akkor emelnünk kell az árat, mert megtehetjük, és mert ezzel is tudjuk tudunk szegmentálni. Tehát ha ez a koronavírus elhúzódik, és, és valóban, tehát most még nem pánikról beszélünk, de valóban <coughs> súlyosbodik a helyzet, akkor ár emelkedéssel kell számolnod, ami azt fogja jelenteni, hogy könnyen, ilyen értem elinfláljuk a, a te plusz pénzedet, amit az elmúlt egy-két-három évben így pluszba kezdtél el keresni fizetés-emelkedés jogcímet. Tehát erre erre simán kell készülnöd. Tehát azt gondolom, hogy a költségvetést azt most úgy érdemes otthon összetenni, hogy kiszámolod, hogy X összeg a te havi költségvetésed, és 20%-ot számolj rá. Nagyjából most a következő hónapokban 120%-kal kell neked a költségvetésedet kiszámolnod. Mert különben meglepetés érhet. Aztán pénzügyi pánik ö, fog kialakulni, kialakulhat. Ez azt jelenti, hogy hogy az embereknek bezárulhat a pénztárcája. Megszűnhet a vásárlási kedve. Akár az ingatlan piacon, akár a luxus termékek piacán, akár itt, akár Ott Az biztos, hogy, például, hogy utazni sokan nem fognak mostanában. Ö, ez mind-mind-mind problémát okozhat a teljes gazdaság szempontjából. Én azt gondolom ezzel kapcsolatban, <coughs> bocsánat, hogy kicsit hazabeszélve, nem feltétlenül érdemes leállítani a, azokat a terveidet, amiket most kitűztél célul. Amíg a banki kamatok még nagyon jók, amíg a bank nem árazza be a koronavírus például, vagy a a MNB mozgolódását, vagy a forint addig mindenféleképpen meg kell lépned, mert lehet, hogy a koronavírus az elhalad 5 hónap múlva, és vége a káosznak, csak közben meg, hogyha te vársz, akkor a banki hitelek annyira drágulhatnak, hogy milliókat buksz húsz év alatt. Ráadásul a vírus miatt akár még lehet, hogy tárgyalási tehát alkudozási pozícióba kerülhetsz, hiszen hogyha kiesnek potenciális vásárló társak a piacról már félnek beruházni, akkor te itt nyerhetsz több száz vagy akár több millió forintot is, te, aki meg bátor vagy és lépsz. A világon mindig azok nyernek, akik olyan időben lépnek, amikor mások nem mernek lépni. Ez egy nagyon fontos észrevétel. Én is szeretnék ugye autót venni, ezt mondtam. Ott van a pénz a számlámon. Ö, én úgy voltam vele még a koronavírus előtt, hogy, hogy nagyjából szerintem év végére tervezem, talán jövő év ez attól függ a stratégiám, hogy, 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 hogy alakul meg a helyzet. De most nyitott szemmel fogok járni, és hogyha elhúzódik a koronavírus, és ez hatása lesz az autó árakra, és lesz egy nagyon jó ajánlat, akkor biztos hogy le fogok csapni, annak ellenére, hogy most pánik van, vagy egy bizonyos helyzet. Uh, aztán lesz egy politikai kockázatunk, az pedig az, hogy <coughs> az pedig az, hogy uh, ilyenkor mindig megjelennek a szélsőséges hangok, uh, megjelennek alternatív irányzatok, meg más megoldások, és könnyen politikai erők belebuknak ebbe, mások meg felemelkednek. Tehát egy politikai átrendeződés is lehet számítani, amit nem tudom, hogy jó vagy rossz. Uh, ezt nem tisztem eldönteni, de és most világszintről beszélek, meg európai szintről, de az biztos lehet, hogy ez is egy kockázat. És hogy neked mi a megoldás, hogyan reagálj erre az egész helyzetre, hát nagyon a na, na, nagyon nem tudsz reagálni igazából, mert mint hogy így nem vagy nagyon befoly, tehát te egyénileg nem vagy. Neked egyéni szinten kell majd nézni a dolgokat, szinte a helyes megoldás az az, az amit, tehát é, amit én csinálok, mert nyilván azért sem, mert szerintem ez a helyes, nem biztos, hogy ez a tényleges a helyes, uh, mi most bevásároltunk, hát egy 100, 120 ezeret biztos, hogy elköltöttünk most tartós élelmiszerre, tehát most mi jó ideig túl tudunk élni, ott vannak a pénzeim a számláimon elérhetőek azért, hogy ha le tudok csapni egy autóra, akkor le fogok csapni egy autóra, ha nagyon le lesz értékelve ugyanígy várom már, hogy a Tesla lemenjen, mert oda is szeretnék betenni pénzt. Tehát igazából a lehetőségeket most így nagyon, nagyon nézem árgú szemekkel, és mellette viszont erőteljesen drukkolok azért, hogy ne ez történjen, és ne legyen erre lehetőségem, hogy lépjek, mert ez azt jelenteni, hogy minden rendben volt, átélt, túléltük ezt a koronás dolgot, és hely, rendeződött a világ. És én őszintén inkább ennek, ennek drukkolok, de nyilván figyelni kell a másik lehetőséget is. Ne pánikoltassál senkit, ne pánikolj. Te is viszont észszerű lépéseket érdemes megtenni, mind anyagilag, mind mentalitásban. Mentalitásban mentalitásba gondolok arra, hogy nem most van a legjobb alkalom arra, hogy te külföldre utazgassál. Nem biztos, hogy most kéne neked buliba járdod minden nap. Tehát, hogy így vannak ilyen óvintézkedések, amiket meg tudsz tenni, de ezt leírták nálam sok okosabbak a neten, hogy mire kell figyelni. Pénzügyileg pedig, amit tudok mondani, hogy szerintem most a következő hónapokra költségvetésedet 120%-ra tervezd meg, tehát hogyha eddig volt X, akkor számolj úgy, hogy X plusz 20% lesz a te kiadásod. És te ezzel tervezzél inkább, és készülj fel arra, hogyha lebetegszel, és nem biztos, hogy koronavírus kapsz el. Sőt, kicsi az esély. Én is beteg vagyok hetek óta de mást, és mondjuk miatt otthon kell maradnod, beteg állomány, táppérc, akkor ezt is kalkulált bele. Hogyha hogy egy influenza miatt, vagy bármiatt két-három hétre kiesel, akkor a kaszi számolt bele, hogy gond nélkül át tudjátok-e vészelni ezt az időszakot. Tehát így nagyjából ezek így a, a rapid tanácsai, és észrevételeim ezzel a koronavírusra kapcsolatban. Jelenleg az a hangulat szerintem, hogy olyan passzív-agresszív, Mindenki becsületesen csinálja a dolgát, reménykedik benne, hogy nem lesz semmi, de figyelünk, és lépése készen áll mindenki, hogy ha viszont van, akkor, akkor, akkor lépni kell. Uh, írd meg kommentben, hogy te mit gondolsz, te szerinted milyen hatásra lesz a koronavírusnak a gazdaságra, a te életedre. Ha tetszett te a videó, lájkolt, like ha szeretnél izgi dolgokról beszélgetni, vagy akár ezt megbeszélni, fel Facebook csoport lent link ha uh, tudok segíteni elérhetőségemet, eléred, tetszett a videó, lájkolt, diszlájkolt, oszd meg a szép napot, sziasztok!